Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újrét a csatornámon. Ebben a videóban a Logonának az adventi kalendáriumát fogjuk kibontani. Ahogy látjátok, nem túl nagy, 4 doboz van benne összvisz, szóval ez nem egy 24 vagy 25 terméket tartalmazó naptár, hanem hát csak 4 van benne, és ehhez képest viszont 35 euróba került, szóval hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkora fél lesz-e, mint a veledás, vagy jobb, vagy rosszabb. Ennek így most nem volt értelme. Na, szóval akkor először is beszéljünk a dizájnról, nekem egész tetszik. Szép, jó a papír minősége, mondjuk oké, hogy mivel csak 4 termék van benne, ezért nem nehéz, szóval nem kell sok mindent összetartania, de a motívum is szerintem szép, egyértelműen látszik, hogy karácsonyi, és nagyon-nagyon jó illat árad belőle. Ezt amúgy a Douglas oldalán rendeltem, más oldalon egyelőre nem láttam. Ja, német Douglas, meg kell említenem. Én tőlük egy sampont használtam egy ideig, azzal abszolút meg voltam elégedve, szóval jó, nézzük is meg. Ja, rövid info, még hogy itt hátul ezt így föl lehet klappintani, és akkor ki lehet támasztani. Akkor kezdjük is első adventtel. Á, ebben 2 termék van, 2 maszk. Az egyik egy bio damaszkusz rózsás és barna alga kivonatos, aktív, simító, nedvességet adó maszk, normál és száraz bőrre. A másik pedig egy tisztító maszk, biomentával, szalicilsavval és hát valamilyen fával. Ez pedig vegyes és érdes bőrre. Vagy hát nem érdes, unrein. Az magyarul esmi, hogy nem tiszta. Kicsit bubis. Jaj, nem jut eszembe a magyar szóra. Na mindegy. Szóval első nap 2 maszkunk van. Hát nem tudom, mennyibe kerülhet egy maszk. De hogyha abból indulok ki, hogy a DM-ben mennyire lehet vásárolni egy nem feltétlenül olcsó márkásat, akkor ezek talán 3-3 euró lehet. Tudjátok mit? Mivel ebben nincsen sok termék, ezért amikor szerkeztem a videót, akkor valahova ide fogom vigyeszteni, hogy mennyi az értéke, és a végén pedig akkor meglátjuk, hogy mennyi az összértéke az adventi kalendáriumnak. Másodikán is 2 termék van, egy sampon és egy kondicionáló. Mind a 2 bio csalános és bio kenderes. Száraz hajra vannak. Azt hittem, hogy ilyen fűszaga lesz, de nem. Nézzük. És így néz ki maga ez a szilárd sampon. Hát én ennél is tippelnék egy 3 eurót, szóval eddig 6-6-12 eurónál tartunk az én tippelésem alapján. Nézzük harmadik adventet. Na, ebben is 2 termék van, szuper! Az egyik egy arc tisztító, bio aloe verával és természetes hialuronnal, intenzíven tisztít és hidratál. pH neutrális és normál bőrre van. A másik termék pedig száraz és nagyon száraz bőrre van, ez pedig egy sejt megújító 24 órás vitaminkrém, bio avokádóval és E-vitaminnal. Hát akkor nézzük meg ezeket is, hogy néznek ki. Ez kék színű. Ez az arctisztító. És nagyon-nagyon jó illata van. Ez pedig így néz ki. És elérkeztünk 4. adventhez. Ez jó nehéz doboz. Ebben csak 1 termék van, reméltem, hogy ebben is 2 lesz. Ez pedig egy full size sampon, 250 ml-es. Javító és ápoló sampon, bio... mi ez magyarul? Homoktövis? Van olyan magyarul? Homoktövis? Az a neve? Ápol, regenerál, és ez strapált
sérült hajra van. Danonino illata van. Jó, most hogyha jobban beleszagolok, akkor már kanalas gyógyszer, de az elején ez a, tudjátok, ilyen epres, illetve barackos Danonino. Sampont pedig használtam tőlük, az talán ilyen 7-8 euró körül van, szóval mennyi volt? Az 6x6 az 12, legyen mondjuk 8 az 20, és az előzőben volt még valami, az mondjuk 23, meg a másik az mondjuk 28. Most az én satszolásom alapján, ami szerintem az reálisnak, 28 eurónál vagyunk, és maga a naptár pedig 35 euróba kerül. Szóval ez valahogy nem stimmel. Valahova ide vigyeztem, hogy ténylegesen Google szerint, hogyha külön-külön akarnánk megvenni ezeket a termékeket, akkor mennyi lenne a végösszege. De megmondom az őszintét, szerintem vagy nem éri el tényleg a 35 eurót, vagy csak egy nagyon picivel haladja meg, és éppen ezért nekem ez a naptár csalódás. A termékek amúgy tökre tetszenek, jó illatuk van, nagyon szívesen kipróbálnám, mert tényleg amit én használtam, Logona sampont, azzal nagyon meg voltam elégedve, és az is kifejezetten tetszik, hogy 4-ből 3 dobozban 2 termék volt, ami tök jó, és a dizájn is szép, nem foglal sok helyet, a minősége is egész jó szerintem, de hát nagyon maximum 20 eurót kérnék én el ezért a naptárért, és még az egy kicsit sok lenne talán, de mindegy. De mondjuk a 20 euró az, azt mondom, hogy reális lenne, de a 35. Ha ne adj Isten, van ajándékutalványod, vagy valami 20-25%-os kedvezményed a Douglashoz, akkor mondjuk megéri, mondjuk még úgyis több, mint 20 euró, de mindegy. Mondjuk, hogyha van 20%-os kedvezmény, akkor az 7 euróval kevesebb, szóval akkor lenne 28. Jó, elmegy. Nyugodtan írjátok le ti is a véleményeteket, mint mindig. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!